Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a mai Minecraft videóban. Ebben a videóban szeretnék egy kicsit több figyelmet szentelni a falusiakra, és azon belül is a kereskedésre. Ugyanis az előző részben észrevettem, hogy újra itt van az eszközkovács, akitől lehet venni 36 smaragdért harangot. És lehet, hogy ez lenne a megoldás, ez a harang lenne a megoldás arra, hogy a falusiak a lent részbe is lemenjenek. Amit nem mutattam meg az előző részben, az az, hogy kiszedtem ezt a falat itt, hogy jobban össze legyen kötve a lenti résszel, és itt van ez a pompás karácsonyfám, amihez egyébként nagyon jó ötleteket írtatok, ugye az előző résznél, a karácsonyi dekorációs résznél. Azokat nem ebben a részben fogom megcsinálni, hanem majd egy következőben, mert arra azért még jobban fel kell készülnem, viszont gyorsan megnézem, hogy hol vannak azok az eszközkovácsok, akikkel, vagy hát lehet, hogy nem is eszközkovács volt, a lényeg, hogy akikkel majd tudok kereskedni, hogy legyen nekem harangom. Lehet, hogy azok bent vannak? Aha, itt van, eszközkovács inas. 36 smaragdra van szükségem, és van 14, szóval még kell nekünk legalább 12. Megnézzük, hogy van-e agyagunk, mert hogy, tökéletes. Én ezt szerintem el is fogom játszani, vagy valami szerencsejáték, mert én szeretnék magamnak még smaragdot, tökéletes. Ez meg is volt. Gyorsan le is teszem ide a maradék agyag gulyómat, és elmegyek aludni, mert hogy jött az este. És folytatom is a kereskedést a többiekkel. Már ugye van 17 darab smaragdom, ami nagyon szuper. Ő csak smaragdot kér, nekünk arra nincsen szükségünk. Viszont meg kéne néznem, hogy mi a helyzet azzal a két falusival, akik újonnan lettek mezőgazdasági szakemberek. Itt kell, hogy legyenek. Na, itt van egy. Vele mi van? Szóval neked mi kell? 15 darab cékla, 6 darab tök, 4 darab dínye. Ezek mind vannak, tehát cékla, tök és dínye kell a kereskedéshez, amiért én most gyorsan hazaugrom. Úristen, mennyi ilyen ember kellett itt, vagy hát ilyen vasgolem? Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jézus! Na, szuper. Ezt én szerintem el is fogom kereskedni, mert hogy nem kell ennyi. Jó, most jön a tök. Azt is végig elkereskedem. Jó, nagyszerű. És most jön a dinnye, amit meg kell előtte csinálnom, ugyanis azt dinnyévé kell varázsolnom, és most dinnye szelet. Oké. Lehet 14 darab dinnyém. Gyorsan azt el is kereskedem. Jaj, de jó látni, hogy ennyien vannak. Ó, ez nincsen, viszont dinnye. 32. Na, nagyon jól haladunk, és talán még itt lehet valamit kezdeni. Aha, mind a kettőnek kell búza. Szóval gyorsan cserélünk. Bár megnézhetjük, hogy még ezt a párat befogadják-e. Nem? Te vagy a mester. Aha. Jó, szuper. Ez megtörtént. És dinnyéből is még 34. Nagyon közel vagyunk. Rettentően közel. Még egy kicsi kell akkor. Csak hát aztán vissza kell ugye hoznom. Mert most nagyon sokat költöttem. De nekem kell az a harang. Na. Szuper. 34, 35. És legyen még. Nagyszerű. Még akarok. 42. Még toljuk szét. Szuper. Sőt, hát még 64 van. Ne ügyéskedj! Azt is szép. Úristen, hát már 48 lett, ezt meg odaadom majd. Na jó, keressük meg az eszközkovást, mert hát elég erőteljesen összegyűlt a harangra való, ami nagyon nagy boldogsággal tölt el. Te vagy az, nem? Ó, te leszel az. Nem. Te nem, te. Nem, te vagy az. A harang! Úristen, harang! El se hiszem, na jó, fú, hát iszonyatosan boldog vagyok. Nagyon-nagyon örülök ennek, és most gyorsan oda le is teszem a harangot, és megnézem, hogy
hát mi lesz így most a helyzet ezzel. Viszont én azt csinálnám, hogy ezt így összeépítem. Na mindjárt megmondom, hogy hogyan gondoltam pontosan. Szerintem egyelőre 6 az elég. Nem tudom, hogy fél blokkra rá lehet-e tenni, de reméljük, hogy igen. Ó, kell még 6. Ó! Na, ennyi csak elég. Aha. Jó, és akkor ide kéne berakni középre. Oh, ez az! Ez az, ez az, ez az! Na és akkor most elvileg kéne, hogy jöjjenek majdnem. Viszont még kéne ide raknom dolgokat, hogy tudjanak jönni. Például ilyen szövetet, vagy micsodát. Szövőszéket, nem szövetet. Hülyeségeket beszélek. Hordó viszont kéne, mert hogy a hordó elvileg majd bevonza a halászokat. És mivel még régen talán emlékeztek arra, hogy azt beszéltük, hogy ez egy ilyen halászos rész lesz, szóval kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire van így. Viszont én ezt a terepet egy kicsit megcsinálom, mert idegesít, hogy itt van egy ilyen rész. Na, hát ezt meg is csináltam. Nagyon idegesített, hogy ez itt van. És ugye leraktuk a hordókat, szerintem fentre is majd talán kéne rakni hordót, és hát ugye kéne gondolom víz is, szóval akár azt is lehet, hogy ide rakok egy örök vízforrást. Szuper, ide így, mi? Jaj, rossz helyre raktam. Jó, hát elvileg örök vízforrásunk lett, hogyha minden igaz, így van. Na, hát ennek örülök, akkor ugye ez is megtörtént, és hát most már csak várnom kell, hogy ide lejöjjenek. Persze, ugye van sütőrészleg, van ilyen eszközkovács részleg, és van ugye halászattal kapcsolatos részleg is, ami azt feltételezi, hogy remélhetőleg le fogunk ide jönni, de lehet, hogy egyébként csinálnék még ide egy veteményest is, csak hogy azért biztosan menjek. És hát nem is tudom, mondjuk esetleg akár még ide is lehetne csinálni. Senkit nem zavarna szerintem. Viszont ahhoz ugye kell egy hordó, helyett nem hordó, hanem komposztáló. És azt mondjuk ide lerakjuk. 1, 2, 3, 4. Mondjuk ide, és csinálunk egy, ha tudnánk csinálni, de nincs nálunk semmi. Kőkapát. Így mi, és ez kész van. Még ezt így megfogom, és kész. És akkor jártak ide, falusiak, várlak titeket sok szeretettel. Még mindig nincsen lent, és nem értem, hogy miért nincsen lent. Meg kéne keresnem, hogy hol van az én hajócskám, és belerakni az egyiket. Keresni sínt, mert az is szerintem itt lesz, és megcsinálni, hogy most már aztán igazán jöjjön oda le. A csónakom az itt van, ami király. Na és akkor most keresek egy olyat, akinek nincsen munkája. Remélem, hogy nem itt van lent. Itt nem találok senkit. Aha, ott van valaki. Hogy került ő oda? Na és még ott is van egy ember. Na, ez vicces lesz. Hoppá! Ne menj el! Ne menj el! Hülyéskedtek. Hát mi van itt fent, ami annyira marra érdekes? Menj oda be, köszönöm. Na és akkor itt... ez jó lesz. Na mindegy, itt lemegyünk. Remélem nem lesz gondunk bajunk. Mindegy, akkor menjünk itt erre le. Hogy? Ó, nagyon jó. Nagyszerű, köszönöm. Köszönöm, hogy erre jöttök. De a földön megyek, hát ez nevetséges. Itt végig tudunk amúgy menni, vagy sehogy se? Végig tudunk. Ó, sima liba. És itt kell, jaj, felmenni. Nem tudom menni, vagy mi van már? Szemészem el. Nem igaz, hogy nem férünk el.
Szórakozzál, ó. Köszönöm. Szia, fa. Hát ez nem fog egy hamar itt kihullani, de menjünk. Erre akarok menni. Most beakadtunk, vagy mi van már? És nem tudunk. Fú, de ideges vagyok ettől. Nem értem, hogy mi a baj. Ez is itt van. Na, nézd, ide gyere. Ide. Gyere. Arra. Oda fel. Erre nem menj. Ah! Ezt nem hiszem el. És arra se lehet tovább menni, meg erre se. Na jó, akkor viszont másik irányba megyünk. Jó, akkor itt kiszállok. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem mennek oda le, és nagyon idegesítő, mert nem tudok senkit levinni, mert ugye ilyen egyenetlen a talaj, és egyszerűen nem értem, hogy hogyan kéne ezt megcsinálni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a részben. Hát ez egy ilyen kisebb, rövidebb rész volt, viszont nagyon örülnék annak, hogyha tudnátok ötletet mondani arra vonatkozóan, hogy ezt a lenti részt hogyan tudnám benépesíteni. Mert hogy egyszerűen nem bírok lemenni egy csónakkal, mert annyira egyenetlen a talaj, hogy lehetetlen, nem tudok vele haladni. És nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy van-e ötletetek még a harangon kívül, hogy mi az a dolog, amire szükségük van, hogy oda lemenjenek és ott kezdjenek új életet. Mert raktam nekik oda ugye munkalehetőséget, nem mennek oda, raktam nekik oda harangot, nem mennek oda, ágyakat, nem mennek oda, szóval fogalmam sincs, hogy kell oda vinni őket, vagy hogy egyáltalán oda kell vinni őket. Na mindegy, hogyha van valamilyen ötletetek, akkor ezt nagyon megköszönném, illetve a figyelmeteket is köszönöm, a következő részekben találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!